Szóval a pár osztálytársammal feljöttünk kilátózni délután, mert miért ne? Most éppen semmit nem látni, de majd mindjárt Roland felviszi a telefont, aztán levidózza. Ugyanis nekem akkor a téli szőnyom van, hogy nem merek felmenni. Ilyen a kilátó, ekkora, és amúgy tök jó, hogy ilyen kétoldalas. Ti benne akartok lenni? Nekem is mindegy. Itt vannak ilyen retekarcúak. Szóval... tök jó, hogy ilyen kétoldalas, hogy itt is van egy lépcső, egyébként pedig innen is elindulhatsz, és ugyanoda vezet. Szóval tök jó. Úgyhogy Roland, megkérlek, hogy vidd fel a telefont. Mert én nem fogok felmászni a tetejére. Én valameddig fel tudok menni, aztán kész véget. Tehát én elindulok a másik oldalon, aztán lehet, hogy meg fogok állni megint a közepénre. Menjél le. Én nem bírok felvenni a tetejére, tehát nekem ez élelmetlen. Mert akkor benne lesz az a izé. Nem baj. Majd kiszentél az a... Jó, de majd kiszentlek. Igen, meg ha felmásznak rajta. Az a teteje ahol? Ez a teteje, ahol én most vagyok. Most már nagyon dőr. Nem tudhatja ez a kis... Nem nézünk lefelé, ugye? Na is nézhetsz. Lefelé még nem olyan. Panorámát neked. Az jó volt. Majd a legközelebb viszek telefont. Csaptam egy videós panorámát neked. Levigyem? Hát innen a másik oldalon, mert most innen kikeresem jó. A verebét. Elkap... Amúgy legjobban akkor, amikor valaki megy fel vagy le. Én is. Nem zavarjuk egymást ezzel a két oldalon, az annyira más. Mindjárt lent. Én Rolandot nem látom, tenni. Itt vagyok lent. Ja, jó, oké, nem láttam. De ott leállítsam. Szóval, lényeg, hogy ez a Makover címre kilátó. És... Hali! Makover címre kilátó. Amúgy leugrani. Hát Peti parkőrözik, szóval ő simán lemászta itt az oldalán is. Nem, Peti? Aha. Na, szóval, hogy ennyi igazából. Én nem láttam teljesen a kilátást, viszont van egy hely a másik oldalról indulva. Kb. Ott. Ott. Hogyha ott megállok, akkor látom a kilátást tökéletesen, úgyhogy én is láttam. Na. Viszont olyan kicsi a kerítés, szóval én inkább nem mentem fel. Mert nekem az, hát nagyon durva tériszonyom van. Lényeg, hogy hamarosan indulunk visszafele, mert még szeretnék megkeresni egy geoládát, aztán mondjuk nem hoztam semmit, szóval nem tudok semmit beletenni. Viszont geoládát régen láttam nagyon, még utoljára bánkon, szóval... De azt már onnan elvitték. Szóval most még ezt szeretném megkeresni. Aztán megyünk visszafele, mert például nekem összesen másfél órán van a városkapuig elérni innen. Akkor megy az a busz, amivel még normálisan hazaérek 8-ra, úgyhogy ennyi. Na jó van. Ennyit akartam videózni. Pá! Elkezdem a videót most már. Szóval 28-a van, és már a BKV szervezett a kőbányai trolibusz garázsnak egy nyílt napot. Így gondoltam, hogy eljövök, mert az ilyen nyílt napokra általában eljövök. És hát jelenleg Kuár Bencét várom, mert azt mondta, hogy még ide ér. Egy 15 percen belül, ezt írt a 10-0-2-kor, és lassan 10-25 van, úgyhogy
nem ért ide még, és ráadásul neki mennie is kell, de jön félkor. Szóval nem biztos, hogy olyan sokáig itt lesz, és az is elképzelhető, már nem jön. De őt várom egyébként itt a bejáratnál. Ha nem jön, hát akkor bemegyek, és akkor fotózgatok tovább, ugyanis már picit fotóztam, ha már ugye van kamerám, és azzal lehet szép fotókat csinálni, akkor már nyilvánvalóan csinálok egy pár fotót például az új Solarisról, mert hogy engem a járművek az elég érdekelnek általában, úgyhogy neked az egész tömeg közlekedés, úgyhogy lényeg, hogy ma erről fogtok videót látni, illetve eldöntöttem, hogyha nagyon rövid videókat hozok össze csak, akkor valószínű azt fogom csinálni, hogy ilyen videókból csinálok egy hónapban többet, és azt fogom egy hónap végén, vagy valamikor a hónapban összerakni, és akkor tőlem lehet, hogy csak ilyen fél vagy egy havonta lesz videó, de szeretnék egyébként videókat csinálni rendszerességgel, valamilyen rendszerességgel. Valószínű, hogy ez lesz, mert én ezt találtam ki, hogy akkor amennyiben csak ilyen rövid videókat tudok csak csinálni, mert nem tudok többet videózni, akkor egy ilyen havonta fogok videót felrakni a hónap történéseiből, valami ilyesmi. Na jó, tényleg megvárom, akkor Arbencét nem megyek közbe be, de egyébként addig megmutatom, hogy itt van az új Solaris, amit már fotózgattam közbe, és majd egy baromi menő. Na, de majd később videózok tovább. Mennyire ezt akartam kérdezni? 50-szeres optikai zoom van rajta. Jó, hát remeg a kép, olyankor már az egyértelmű. Igen, de azért a stabilizálás az nem rossz, tehát... Nem gondolkoztatod azon a hagyományos videókamerán? Hát az van otthon, tudod, apámnak az volt. Azt nem tudtam, hogy apád azt ja? csinálta, esküszöm, de azt hittem telefonozott ja? ő is. Ja, hát neki Nokia 3310 volt végig életében. Az igen, az igazi lett volna a pallon. Úgyhogy ő... Ja, ugye, amíg élt, addig ő azt használta. Dehogyis nem. Nem? De nem jó? Hát nekünk már, tehát Leventének meg anyukámnak okostelefonja van nekik is, tehát... Na jó, menjünk szerintem. Ja. Az a helyzet, hogy a rendezvényen ugyebár zene ment, és hát mivel kb. Is láger dolog voltak az összes, amit játszottak, ezért úgy döntöttem, hogy most ezt így fogom megoldani, leveszem a felvételről a hangot, és a felvétel alatt inkább Levente remixe, illetve az én beszédem megy majd. Szóval maga a rendezvény egyébként jó volt, mivel hogy rengeteg trojit kiállítottak, bár az előző rendezvényeken nem voltam, szóval nem tudom, hogy mennyivel volt jobb az előzőeknél, de egyébként rengeteg szép régi és új trojit is kiállítottak, úgyhogy az előbbiekben láthattátok ugye az Icarust, a régi gyors 7-est és 173-ast, amint én még ugye... Hát, mert még sosem láttam élőben egyébként, csak képeken.
Aztán itt voltak ilyen sokkal régebbi trolik is, vagy buszok, mert hogy ezeken áramszerűt én nem láttam, szóval ezek inkább csak buszok voltak. Egyébként Bencével, QR Bencével beszéltük, hogy ezek a MAN buszok, amiknek az elején ilyen szürke csík van, amik még ugye most is közlekednek, ezek iszonyatosan csúnyák. Szóval ezt még csak kiállítani sem volt érdemes, mert egyszerűen csúnya. Nagyon. Viszont például ami most látszik a felvételen busz, az valami elképesztően szép. És tehát az a helyzet, hogy régen az embereknek volt stílusuk busz csinálni, most meg gyakorlatilag nem azt mondom, hogy nincs stílusok, mert dehogy nem, az új Solaris is nagyon gyönyörű lett, de most meg technikájuk van csinálni buszokat, szóval mármint, hogy úgy értem, hogy mit tudom én, hogy nevezik azt, szóval, hogy erősebb, meg jobb, meg minden, és igen, ennyi. Itt egyébként egy csomó ilyen malévos busz volt kiállítva, és kb. Ennyi. Igazából az a helyzet, hogy nem is tudok nagyon többet mondani a felvételhez. QR Bencét még egyébként miután végzett a felvételeivel, ő ment forgatni a TV2-vel, úgyhogy kikísértem őt a 3-as villamoshoz Kőbánya alsó vasútállomásra, kisételtünk teljesen, és akkor az alatt még beszélgettem vele, úgyhogy jó messze kerültem, de utána, amivel egyébként amíg ott volt, addig én nem is videóztam, csak fotóztam, ezért utána én 28-as villamossal, majd 1-es villamossal majd sétálva rohantam vissza a Trolibusz garázsnak a nyílt napjára videózni, ugyanis nem volt már sok időm. Úgyhogy ez ilyen érdekes. De a lényeg, hogy hogy rohantam vissza, úgyhogy azért nem lett sok beszédes, meg sok felvétel, mert nem volt időm konkrétan, hát mert hogy másfél óra múlva ment a buszom, vagyis akkor már csak ilyen 1 óra 10 perc, de hogy az nekem kevés volt, főleg, hogy mind később kiderült, miután én a Deák felől mentem M2-essel, mert hogy tele volt az 1-es villamos teljesen, ezért rájöttem a Deákon, hogy most pótló megy, és hát végeleményében ilyen 13-20 környékén értem a városkapuhoz. Lényeg, hogy ezért kellett sietni, mert hogyha nem siettem volna, valószínűleg lekéstem volna a busz, mert pedig az azért nem lett volna jó, mert utána Ritchiegről nekem nem ment buszbánkra. Na, ennyit erről. Ennyit a Valábuszról, mert mindig túl sokat beszélek arra, hogy én hogyan megyek haza, meg oda, meg ide, oda, amoda, emide. Szóval, ennyi. Remélem egyébként a kamera képe nem olyan zavaró benne, ez a mozgás, ez a rezgés effekt, vagy nem tudom micsoda. Itt az elején látszott nagyon, amikor az emberek mentek el, de most még amikor ezt észrevettem, akkor átállítottam 25 FPS-re a projektet, ugyanis nem tudom, lehet, hogy ez valamit változtat esetleg rajta, ugyanis a kamera annyit vesz fel, de a projekt meg 30 FPS-es volt ugye a telefonnak a felvétele miatt. Úgyhogy nem tudom, remélem változtat rajta valamit. Majd kiderül. És akkor, hát ennyi egyébként ez a videó. Úgyhogy azt hiszem több felvétel talán nincs is már. Ja, nincs több felvétel. Úgyhogy, sziasztok!